De még egyszer, mert többen vannak. Nem tudjuk, hogy ilyen három kocsival nem férnek be. Amint mindenki fölér, elfoglal a helyét, akkor egy két-három mondat, és már mehet is a közi játék. Lenyomhatom majd a robbantot? Nem már. Virtuálisan lenyomhatja, mert a maga a robbantó este az tőlünk vagy 500 méterre van. Úgyhogy ez csak legfeljebb egy ilyen... De tőlünk is jobban fél? Hát azt nem tudom, majd megkérdezzük a végén tőle. Esetleg annyit majd lehet kérdezni, vagy tudni előtte, hogy mit kell majd látni, mit kell majd meglátnunk benne a robbantásban. Ahogy leesik a fal. Gyakorlatilag ugye a hőfejtési bányákban, ugye a mészkő bányában, ugye a mészkő jövesztése robbantással történik, mert a gépeken tudják elszedni a falat. Ugye lehet is látni, hogy a falon ugye vannak ilyen fúrógyomatok, ugye fúrókat készítünk, 90 méter átmérőben, a fal magasságát is meg tudjuk hosszon, párhuzamosan, és gyakorlatilag nem sok, de 1,5 másodperc. Ennyi ideig fog tartani maga a robbanási folyamat. Nyilván egy tüzi játék az egy fél órás mutatvány, de az teljesen más kategória. Az lenne a helyzet, hogy innen fogjuk majd jól látni. Ezen a ponton. Tehát ide nem tudunk összegyűlni. Jó? Ott az átrendszer, ott van az. Szerintem ide állj, Bac. Szerintem álljad a föld tetején. Csak vicceltem. Na, rúgdossátok le a köveket. És a szembe oldal. Tehát a legfelső szintről beszélünk. Tehát két frontot, igen. Maga a robbanási folyamat meg van késleltetve, kb. Másfél másodpercen keresztül fog tartani. Oké, a robbanyag mennyiséget, azt is elmondtad. Hát akkor gyakorlatilag mindent tudnak. Akkor csak már csak a... De hova? Már hova csak az élmény, hova az élmény hiányzik. Tehát a harmadik szinten ott bal oldalt, aha, és szembe. Oké. Okay. De meg fogják látni egyébként. Ha arra nézünk, fog porolni. Zoli, jelentkez? Jelentkezek én. Kezdheted tölteni a gépet, fel van töltve, szólj vissza. Fogyott üle. Mehet folyamatosan a sziréna, a végén 10 másodperces lefújást kérek. És akkor kezdődik a robbanási folyamat. És ezt fogjuk hallani? Hát igen. Itt a rádióba. Rádióba. Zoli, kezdheted a visszaszámlálást? Rendben. Számolok. 5, 4, 3, 2, 1, robbantás. Bossza meg. Rögtön nekiállnak és beindítják a rendszert. Ez a nagyon hosszú szállítószalag rendszernek az első tagja tart a törőtől gyakorlatilag itt az átadóállomásig, aztán jön egy srég, és aztán egy még meredekebb szakasz. A robbantás ideje az 12:30 után és pár perccel. Meg egyáltalán a kőfű is gyönyörű. Ez még mindig nem az a remeg. Arról szó volt, hogy maradhatnak
ilyen akár köbméter nagyságú kövek is jelen van. Gondolom, hogy a felszíni részen ott gondolom, hogy jobban össze van aprózódva, és az alsó részeken van talán a nagyobb. Igen, ott jobban be van szorítva, hogy a szúrőpatatokatoknak ugye a kiterjedés és a kimozdulása nagyobb ellenállás működik. Egyrészt, másrészt meg ugye van a fúrőjök felső részen, a kétkézes felvételi folytás, anyag, ami már nem robban. Igen. Ugye itt előfordulhat az, hogy a repedezett rétegek, ugye, ami akár másfél-két méter vastag rétegekről is összerakultak a észkőszlet, hogy azok nem robbannak el, és úgy kiborulnak csak úgy egybe. És akkor vannak ezek a nagy határok, amiket látunk, és itt egyébként több helyen kirakva az a szélén közel a robbantás. Az ilyen nagyobb méretű köveket pedig törőfejjel rendelkező forgókotró hidraikus gondokkal a pásztornék éppen. Ugye azzal törjük olyan mi méretre, hogy egy ilyen kis, ez ami már mutat is. Ami hogy csak annál nagyobb. Akkor az volt, az csak én értettem, úgyhogy gondol. Ezzel törjük olyan méretre, ami már a törőmosába belemegy. Itt az ammónium nitrátot, ugye nitrágya és egyéb célokra is tudják használni. És történt egy baleset, kifolyt a gázolaj. Rá. És valami gyújtó forrás begyújtotta. Ezt már nem tudják meg, hogy mi. Irtozatos robbanás volt, de ez még valamikor az 1800-as években. Elkezdtek vele kísérletezni. Addig, amíg rá nem jöttek, hogy az ammónium nitrát tömegszázalékához mennyi tömegszázaléknyi gázolajat kell keverni, amit fölvesz, és egy megfelelő gyújtóforrással elrobban. Egyszerűen állandóan megy a molóba. Innentől kezdve letörtem a négy frakciót, ami most már mint mondom három, mi alakítem aztán a negyediket is. Letörtem ezeket a frakciókat, kétféle helyre adom tovább a követ. Az egyik a malom, a másik a vakolatjel. A malomban van egy önálló malom, tehát a malom üzemben van egy malom, ez 20 tonnát tud leőrölni gyakorlatilag egy kör alatt, ennyi a maximális teljesítménye, és ebből egyfajta frakciót állítunk elő, addig őrüljük a követ szintén ilyen visszajáratásos módon, amíg visz nem lesz belőle.